Köszöntöm a nézőket, már is kezdődik Bajai Kultúra című műsorunk. 1989 óta január 22-ét a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük Magyarországon. Kölcsey Ferenc ugyanis 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Az előző évekhez hasonlóan Baján is megemlékeztek a jeles napról, az idén egy verses zenés estre várták az érdeklődőket. Január 22-én a magyar költészet és a zene találkozott egymással a Bácskai Kultúrpalotában. A kultúra napjáról való megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a hagyományainkra, nemzeti tudatunk erősítésére, és hogy továbbadjuk a múltunkat idéző értékeinket. Az idei évben Udvarhelyi Boglárka, Pánti Anna és Kéri Tamás állt a nagy érdemű elé. Mint minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Erre az alkalomra mi is készültünk Bajavárosa. Vendégművészeket hívtunk el, zenével, verssel és énekkel emlékezünk a Magyar Kultúra Napjára. Az esten Baja polgármestere Nyirati Klára köszöntötte az előadókat és a jelenlévőket. Arról beszélünk, hogy része vagyok Európának, Európa felé tekingetünk ki, és akkor nagyon sok mindenki számára ez már azt is jelenti, hogy elfeledjük a magyar kultúránkat, elfeledjük a nyelvünket, már nem fontos a számunkra. Ez nem így igaz. Akkor leszünk csak igazi európaiak, hogyha büszkék vagyunk a saját kultúránkra, a saját nyelvünkre, a saját magunk által megteremtett értékekre, és ezeket az értékeket minden áldon meg akarjuk őrizni, foggal körömmel harcolunk érte. Azt is mondtam az előbb, hogy attól is függ, mit jelent ez a három szó, hogy milyen térben hangzik el. Mi Baján, Magyarország déli részén, nagyon gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezünk. Ó, szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajkára von, többé nem dobhat el. Szentség gyanánt, hogy befogadja éked, őrző oltárrá válik a kevel. Pajzán derűs vagy, mint nőink szeme, s erős, szilárd, mint hősök jelleme. Gyöngéd vagy és lágy, mint a mennyboltik kék, s dörögni úgy tudsz, mint villámos ég. A köszöntő után Pánti Anna előadó művész tolmácsolásában hallhatta Petőfi Sándor és Ábrányi Emil költeményeit a közönség, a fellépő emellett saját szerzeményeiből is válogatott. A kultúra az tulajdonképpen a lélekben van, és azt gondolom, hogy a művészeknek az a feladata, hogy a lélek csókját adják át. Egy ilyen ünnepélyes alkalom nagyszerű lehetőség erre, hogy a közönségnek egy kicsit az ünneplés és az öröm érzetét kicsit fejleszteni tudjuk. Azt gondolom, hogy a művészeknek kötelessége a hagyományok ápolása, kötelessége az újdonságok bemutatása, és mivel magyar kultúránk olyan gazdag, hogy minden szegmenséből lehet világhírű művészeket felsorolni, egy-egy ilyen alkalom nagyszerű lehetőség arra, hogy a múltból, a jelenből csipegessünk, és ezzel ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Milyen művekkel készült az estére? Petőfivel, aztán Ábrányi Emillel, és még saját verssel is, ugyanis azt hadd mondjam el, hogy a művészethez szoros kapcsolódásom van, mert egyébként operaénekes vagyok, és az opera nagykövete. Az azt jelenti, hogy most nem vagyok aktív az opera színpadon, hanem járom az iskolákat, kultúrházakat, és előadást tartok az opera műfajáról. Nekem ez a szegmense az, ami a kultúrából adatott, és én ezt szeretném továbbadni, szeretném felkelteni a gyermekek érdeklődését ez iránt a szép műfaj iránt, ami egy zenés mese, egy zenés történet, és amely tulajdonképpen az érzelmek iskolája. Úgyhogy nagyon sok mindent tudunk bemutatni. Most inkább a versekkel és az alkotó művészettel, a prózával foglalkozom, és most ezen az előadáson én vagyok a konferencié.
Említette ugye itt az operát, a mai fiatalok, ugye ez a számos zenei stílus van, de mennyire nyitottak még erre, úgymond erre a régebbi műfajra? Nagyon nyitottak, mert ha megízlelik, és ennyire közelről, testközelből ilyen családias vagy baráti viszonylatban beszélgetés kapcsán ismerkednek meg vele, úgy látom, hogy nagyon, nagyon kedvelik. Mindig igyekszem, mivel pedagógus végzettségem is van, igyekszem úgy megszólítani minden korosztályt, egészen nagy csoportos óvodásoktól az egyetemistákig, hogy mindenkinek az érdeklődési köre és életkora szerint mutatok meg bizonyos részleteket, és úgy látom, hogy van fogékonyság. Az este folyamán Liszt Ferenc, Reinitz Béla, illetve Sugár Rezső által megzenésített versek is felcsendültek. A kultúra napja nagyon fontos a magyar emberek életében, hiszen ekkor tudunk igazán a magyar zeneirodalom, illetve prózai irodalom gyöngyszemeiből válogatni, a legszebbeket előadni. Milyen művekkel készült az estére? Hát többfajta műfajjal készültünk, a komoly zenével fogunk indítani, illetve komolyabb hangvételű versekkel, de minek utána azért a közönség szeretne egy kicsit könnyedebb témában is szórakozni, vagy könnyedebb műsorokkal megismerkedni, és hát ugye nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az operett Hungarikum, ezért a vége felé azért el fog hangzani egy operett részlet is. Kiktől hoztak, kiktől válogattak? Hát nagyon nagy a repertoár, de hát a versekben ugye Petőfi, Arany János részleteket hoztunk, illetve hát a zenéradalomban Liszt művei hangzanak el, Reinitz Béla megzenésítette Adi őrizem a szemed című versét, illetve Sugár megzenésítette Petőfi Sándornak a Reszket a bokor versét, úgyhogy ilyen hasonló dolgokat hoztunk ma estére. A Magyar Kultúra napjáról nem csak idehaza, hanem a határokon túl is megemlékeznek kiállítások, koncertek, irodalmi estek és színházi előadások keretében. A napról való megemlékezés ötletét Vasang Árpád, zongoraművész vezette fel 1985-ben, aki azt mondta, van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európának és a világ kultúrájának. Új feladatok várnak januártól Ottmár Attilára. A Bajai Fiatalok Színházának alapítója és vezetője tavaly novemberben jelentette be, hogy a társulat befejezi működését. A döntés a közösségi oldalon nagy visszhangot keltett. A drámapedagógus rendezőt a jövőbeli tervekről és új szerepéről kérdeztük. November 22-én bejelentettétek, hogy a Bajai Fiatalok Színháza bezárja a kapuit. Ezután első körben Nyirati Klára polgármester reagált. Itt az új esztendőben egy új pozícióba léptetett. Mi ez pontosan, mivel fogsz foglalkozni a jövőben? Kezdeném azzal, hogy a polgármester asszony valóban reagált, és az első segítség nyújtása tőle a mi csapatunk felé, az konkrétan arra irányult, hogy azzal a problémával, amivel mi évek óta küzdködünk, hogy egy olyan helyet keresünk, ahol a jelmezeknek, díszleteknek, kellékeknek, illetve a diákokat, amikor tanítjuk a színstúdióban, tehát egy olyan próbahely rendelkezésünk rájön itt a városban, amelyet egyébként most már néhány éve súlyos pénzekért bérelünk, tehát az alapítványunk ezért elég kemény pénzeket fizet. Na most miután meg fog szűnni valóban a társulat, így aztán azért az a bevételi forrás, tehát ami mondjuk a jegy eladásokból származik, ez is meg fog szűnni. Viszont van itt egy csomó olyan jelmez, kellék, díszlet, amit szeretnénk átmenteni, szeretnénk felajánlani a
közjónak, hogy úgy mondjam, tehát meg fogunk szólítani bajai iskolákat, művészeti csoportokat, szervezeteket, civil szervezeteket, hogy itt van, és ezt lehet használni. Tehát mi ezt ajánlottuk fel a városnak, és erre reagált a polgármester asszony, hogy akkor kapjunk egy olyan helyet, amit miután majd felújítunk, egy kicsikét rendbe teszünk, ez alkalmas legyen egyrészt erre, másrészt pedig miután, bár ugye a színházi társulat, tehát a Bajai Fiatalok Színháza, az most megszünteti a tevékenységét, a Bajai Színi Stúdió, ahol ugye 7 és 18 év közötti diákokat oktatunk táncra, énekre, drámajáték, színészmesterség, beszédtechnika, tehát minden olyan, ami a színházhoz kötődik, ezt a tevékenységet szeretnénk továbbvinni, szeretnénk folytatni. Erre is kell egy megoldás, hogy akkor ezek a diákok tudjanak valahol tanulni, valahol ezeket az órákat meg tudjuk tartani. Ez az épület, amit kaptunk, ez erre is alkalmas lesz. Tehát ez volt az első. Aztán jött a következő, hogy polgármester asszony szavait idézzem, hogy szeretné kicsit nekem megnehezíteni ezt a döntésemet, és szeretne itt marasztalni a városban. Tehát nem én kerestem őt meg, hanem ő keresett meg engem, hogy mi lenne, hogyha itt a bajai kulturális életnek a szervezésében, tehát konkrétan a művészeti programok, színház, kultúrpalota, nyári szabadtéri játékok, tehát ezeknek a szervezésében én segítenék. Így kért föl engem művészeti vezetőnek, amit én azzal a feltétellel vállaltam, hogy nekem azok az elképzeléseim, hogy szeretnék egy kicsikét kilépni most ebből a eddigi megszokott életből, mert szükségem van arra, hogy feltöltődjek, hogy új impulzusok érjenek, hiszen ugye 24 éve csinálom ezt itt Baján, kis megszakítással, és én ezt szeretném továbbra is, tehát ez a szándékom. Viszont amíg itt vagyok Baján, addig ezt nagyon szívesen vállalom. Ugye említetted, hogy több rendezvény szervezésébe is most már te is belenyúlhatsz. Milyen újítások várhatóak a jövőben? Én az első és legfontosabb célomnak azt tűztem ki, hogy mindenképpen egy sokkal átláthatóbb és sokkal összeszedettebb rendezvénytervet alakítsunk ki. Egyébként ezt is megkaptam feladatként, hogy ezt segítsek koordinálni és összehangolni azokat az időpontokat, amelyek sokszor ütköztek így az elmúlt években. Ez abból is adódott, hogy a városban működő civil szervezetek, művészeti csoportok, művészek nem mindig tudtak egymás tevékenységéről, nem mindig tudták egymás rendezvényeit sem, hogy mikor van. Így aztán lehet, hogy csak azon a héten derült ki, hogy hoppá, egy napon két vagy akár három rendezvény is volt. Ezt szeretném, hogyha jól koordinálva működne. Ennek érdekében meg is történtek az első egyeztetések, az első lépések. Fölvettük a kapcsolatot ezekkel a civil szervezetekkel, a vezetőkkel, és most azon vagyunk, hogy ez a rendezvénynaptár ez úgy alakuljon ki, hogy abba tényleg mindenki belekerüljön. Ezt azért is tartom fontosnak, mert nekem az célom, hogy a bajai csoportok és ezek a valóban magas színvonalon működő, akár táncos, akár színjátékos, akár énekes, akár zenés csoportok, iskolák, szervezetek nagyobb szerepet kapjanak a városi rendezvényeken, és jobban megismerik őket a helyi lakosok. Tehát, hogy az a téveszme eltűnjön az emberek fejéből, hogy csak azért, mert valami helyi, akkor az nem lehet jó színvonalú, meg nem lehet értékes. Mert azért sokakban benne van egy ilyen téveszme is. Ezen kívül, amit nagyon szeretnék, hogy azok a rendezvények, amik eddig jól működtek, azok megmaradjanak, esetleg bővüljenek, vagy olyan régebbi rendezvénysorozatok, amik szintén sikeresek voltak még jó néhány évvel ezelőtt, azok visszatérjenek. Gondolok most például a Városházi Esték sorozatra, amit nagyon szerettek az emberek, és nagyon jó kis kameraelőadások voltak a Városháza udvarán. Nyilván ez inkább ilyen május vége és az augusztus vége közötti időszakot jelenti, akár csak a vízi színpad rendezvényei. Ott mindenképpen inkább a fiataloknak, a fiatal bajai együtteseknek zenével foglalkozó, tehát igen, könnyű zenével foglalkozó együtteseknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, és ezt is elkezdtük szervezni, hogy a nyári időszakban erre ott lehetőségük legyen.
Nagy kérdés a nyári szabadtéri előadás, ami ugye 2012 óta itt Baján már hagyománynak számít. Ezt nem szeretnénk abba hagyni. A városvezetés is azon az állásponton van, hogy ezt folytatni kell, hiszen egyrészt ez turisztikai szempontból is, másrészt pedig hát ugye a bajai és környéki emberekről az elmondható, hogy nagyon szeretik a színházat, szeretik ezeket az előadásokat, és hát ez, ami ilyen sikeres, azt meg kell tartani. Tehát mindez így hozzám fog tartozni, és akkor még ide kell sorolnom a Nemzetek Tánca sorozatot is, amely szintén néhány éve már elég nagy népszerűséggel folyik itt a városban. Szeretném, hogyha ez is nagyon jól tudna működni, és fölveszem a kapcsolatot ennek a rendezvénynek a szervezőivel, vagy a résztvevő csoportok vezetőivel, és közösen kitaláljuk, hogy ez továbbra is egy sikeres szabadtéri program legyen. Ugorjunk egy kicsit vissza a Bajai Fiatalok Színházára, ugye erre a úgymond feloszlásra. A társulat tagjai hogyan fogadták ezt a hírt? Hát minek után ez a társulat tagjaiban, ez is egy téveszme, hogy ez nem az én fejemből pattant ki elsődlegesen, hanem hogy ez így az elmúlt 2-3 évnek a következménye vagy gyümölcse lett, úgymond. Egy picit így mondhatjuk azt, hogy elfáradta a társulat. Picit meg is fogyatkoztunk, mind a színpadon szereplő, és itt a felnőttekre gondolok leginkább, mert a diákok azok mindig is voltak, vannak és lesznek is, és tehetséges gyerkőcök is lesznek, akikből utánpótlás születhet. Viszont azok a felnőtt szereplők, akik a magját adják a társulatnak, és akikre építeni lehet tulajdonképpen azért azokat a színházi előadásokat, amelyeknek azért egy olyan színvonalat igyekeztünk kialakítani az elmúlt években, amit most már el is várnak tőlünk a nézők. Tehát, hogy ők is elfáradtak, van, aki elment Bajáról, mert máshol, főleg, hogyha ebben a szakmában akar boldogulni, vagy jelen lenni, akkor az nem baja, egyértelműen. És a háttérstábból is. Tehát most technikus hiányban is szenvedünk, a díszletes csapatunkban is azért erőteljes fogyatkozás volt. Tehát ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy egy színházi társulat működjön. És pont ezért jutottunk el arra az elhatározásra, hogy bár én mondtam ki novemberben, de mindenki érezte, hogy ez a jó döntés most. Ugye a közönséget még sajátok előadás nélkül, itt említetted most ugye a búcsúgálát. Milyen előadások várhatók ebben az idénre, valamint pontosan mi lesz a búcsúgála, mi várható? Ugye elterveztük már előző évben, augusztus végén ugye közzétettük az éves programtervünket, amiben benne volt többek között olyan előadás, mint az Önök kérték, ami a tavalyi Csináljuk a Táncdal Fesztivált folytatása lesz. Ez itt a Kultúrpalotában lesz majd február 7-én és 9-én. Aztán a Mint a mókus című előadásunkat, ami nagyon nagy sikerrel megy most már a tavaly április óta. Ebből lesz még két előadás majd március 20-án és 22-én a színházteremben. És a gála, amely ugye majd április 25-én és 26-án szintén a színházteremben van, igazából abban egy kicsikét ilyen visszatekintést, nosztalgiát szeretnénk azokkal a színháztagokkal, akik vállalják, hogy jönnek és fellépnek. Igazából azt beszéltük egymás között, hogy egyrészt ez fontos a közönség felé is, hogy aki szeretne velünk együtt így visszatekinteni erre az elmúlt 3-4 évre, és ezt kimondani is eléggé elképesztő, de hogy ez a társulat tagjainak is nagyon fontos. Tehát, hogy mi is le tudjuk zárni, és hogy méltóképpen tudjunk elköszönni ettől az egésztől. Hát tegyek most egy kis kitérőt, tehát ugye a világ egyik legnagyobb közösségi oldalán, ugye a Facebookon, egy bajai csoportban elég nagy vitatémát kell visszhangja lett annak, hogy ti ugye bezárjátok kapuitokat, viszont sokan azt mondták, hogy a Bajai Fiatalok Színháza és a Rábül színpad azok ellenségek voltak. Ez mennyire reális? Deli Gézával, ugye a Rábül színpad vezetőjével mi nagyon sokszor beszéltünk már erről. Ez egy tévhit, hogy mi ellenségek voltunk. Olyan tekintetben ugyanúgy mi konkurencia vagyunk egymásnak a mi területünkön, mint hogyha veszünk mondjuk egy zenéletben két együttest, vagy a versenyszférában mondjuk két áruházláncot, és akkor ők egymással mennyire konkurenciák. De ezen nincsen semmi baj.
megvan a profilja az ő társulatuknak is, és megvan a miénk is. Aki szereti a mi előadásainkat, az hozzánk jön, aki az övéket, azt hozzájuk megy, aki mindkettőt, az mindkettőt megnézi. Ezzel a világon semmi gond nincsen. Tehát az egy nagyon téves információ, vagy téves elképzelés az emberek részéről, hogy mi ős ellenségek vagyunk, mert ez nem igaz. Olyannyira nem, hogy most is tárgyalunk a Rebő színpaddal, hogy mi az, amiben esetleg lehetne együttműködés, mi az, amiben mi tudjuk segíteni őket. És hát miután mi meg fogunk szűnni, ők viszont, én úgy tudom, hogy tovább folytatják azért a tevékenységüket, hogy mi az, ami a jövőt nézve esetleg lehet valami közös kiindulási pont, vagy hol lehetne tényleg kapcsolódni ennek a két tevékenységnek. Tehát akár segítőkezet is nyújtatok még ti is. Így van. Tehát, hogy és ez eddig, sőt, volt, amikor együtt léptünk fel különböző rendezvényeken, akár városi rendezvényen, akár közösen készítettünk egy jótékonysági előadást. Tehát, hogy ez abszolút nem úgy működik, hogy na akkor most egymásnak esünk, és akkor mi most ős ellenségek vagyunk. Visszatérve rád, ugye említetted, hogy másfelé is kacsingatsz. Erről mit lehet tudni? Én azt gondolom, hogy ugye én világéletemben a színházat műveltem, és egyrészt a tanítás a drámapedagógiával kapcsolatban voltam, és vagyok is, meg a színház. Tehát én ezen a területen tudom elképzelni a jövőmet is. Az tény, hogy a mostani döntéshez azért hozzátartozott az én személyes érzésem, és akkor most remélem, hogy nem fog ez úgy hangozni, hogy ez egy önző dolog lenne. Bár egyébként az ember jó értelemben legyen önző ilyen tekintetben, hogy azért saját magát valahol muszáj, hogy előtérbe helyezze. Én az elmúlt 23-4 évben inkább a csapatot, a színházat és Baját helyeztem előtérbe. Viszont, hogyha az ember kezdi azt érezni, ugye mai divatos kifejezéssel, hogy ugye kiégést kezd magán érezni, eddig nem szeretnék eljutni, viszont ezért nekem kell tenni. Meg kell próbálnom új impulzusokat szerezni, feltöltődni, és ez a művészetben én azt hiszem, hogy még fontosabb talán, mint más civil szakmákban, hiszen mi ugye a saját lelkünkből és gondolatainkból, elképzeléseinkből táplálkozunk. Én, mint rendező mindenképpen. Most ez, amit én Baján elkezdtem itt a polgármesterasszony felkérésére, nyilván ez egy nagyon jó dolog, és nagyon megtisztelő, és én ezt ezúton is köszönöm neki, hogy rám gondolt. Nyilván, hogyha azt látom, hogy nem találok olyan megfelelő lehetőséget Budapesten, akkor ezt viszont tudom csinálni. De azt továbbra is leszögezném, hogy a Baja Fiatalok Színháza akkor is, tehát most befejezi a tevékenységét, ha én itt maradok esetleg, akkor is szükség van arra, hogy most mindenki egy kicsikét pihenni tudjon, fel tudjon töltődni, akármilyen formában is. Tehát ez akárki akármit mond, akár a Facebookon, ez akkor is így van, és így is lesz. Reméljük, hogy megtaláljad, és további sok sikert kívánunk. És köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Vízkeresztet követően kezdetét veszi a báli szezon, ahol fontos a jó megjelenés. A megfelelő öltözék kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az ünnepség jellegét, valamint a bál tematikájához illő dresszkódot is. Az alapvető szabályokról és tudnivalókról Müller Ivettet kérdeztük. Ivett, köszöntelek a műsorban. Elmondhatjuk, hogy javában zajlik a báli szezon, hiszen egymást érik a különböző nagy rendezvények, ahova illik kiöltözni. Mint mindannyian tudjuk, azt viszont lehet, hogy kevesen tudják, hogy pontosan mik is azok az öltözékek, amiket ilyenkor illdomos felölteni, és mik azok, amiket ilyenkor kicsit hanyagolni kellene, és más rendezvényekre kell azokat a ruhákat hagyni. Egyáltalán a báli szezon, vagy maguk a bálak, azok mennyire jellemzőek így a 2020-as években mit tapasztaltok? Azt tapasztaljuk, hogy egyre több bál van. Hál' Istennek ugye nem csak a különböző alapítványok tartanak bálakat, hanem óvodák, iskolák is, sőt, nagyon sok sportegyesület is tart bálat. Az is előfordul, hogy egy hétvégén akár 3-4 bál is van a városban. Az a jellemző, hogy egyre jobban szeretnek kiöltözni az emberek, és sokan ugye egész évben vásárolnak alkalmi ruhát, és ez ragyogó alkalom arra, hogy ezt ilyenkor ki is használják.
Nyilván egy-egy ilyen nagyobb bál alkalmával, ahogy az előbb említettük is, a hagyományos hétköznapokban használt ruhadarabok mellett illik az általad is említett alkalmi öltözékeket elővenni a szekrényből, de nyilván minden egyes bálnak, vagy legalábbis a legtöbb bálnak van egy úgynevezett dress code-ja, egy olyan alapból meghatározott színvilág, vagy bármilyen választék, amit ők a bálon úgy gondolnak, hogy abban illdomos érkezniük a vendégeknek. Igen, én mindenkinek javaslom, hogy az első és a legfontosabb az legyen, hogy nézze meg a meghívót, amit kapott. Nagyon sok bálon, ugye már magán a meghívón is közlik, hogy mi az az előírás, amiben illik oda megjelenni. Ha ez nincs rajta a meghívón, akkor érdemes esetleg a plakátot megnézni, vagy felhívni a szervezőket, vagy korábbi évben résztvevőket. Nagyon sokszor ugye elvárás például egy nagy estélyi, ezt mindenféleképpen rá szokták írni, tehát ez egy olyan black tie kód, vagy black dress code tulajdonképpen, de az a jellemző itt környékünkön, hogy egy általános, nagyon szép báli viselet az, amit elvárnak egy ilyen rendezvényen. Ilyenkor általában mondjuk egy ilyen nagy estélyi mellett inkább, leginkább színeket határoznak meg, vagy esetleg mondjuk fazont, vagy más ruhaneműket is meghatároznak. Igazándiból az is előfordul, hogy megadják a bál színeit. Itt volt például a múlt szombati színházi bál, ahol például elő volt a plakáton jelezve, hogy mi lesz a bál színe. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező jelleggel ezt a két vagy akár négy színt magára kell öltenie. Nyilván, aki szeretne öltözni például a dekorációhoz, vagy ehhez a bálhoz, annak tudunk segíteni abban, hogy azt a színt megtalálja az üzletünkben. De hogyha valaki megtalálja azt, hogy mit szeretne egyáltalán fölhúzni, vagy milyen színt, vagy milyen fazont, akkor nagyon könnyen tudunk abba segíteni, hogy ezekből kiválasszuk neki azt, ami a legjobban áll. Előfordul ugye, hogy a nagy estélye az előírás, ott abszolút a fekete hosszú ruha a megfelelő viselet, de itt is meg lehet találni, mi az a kétpántos, egypántos, újatlan, csipkeújú, vagy habos-babos, ami az adott hölgynek a legjobban áll. Itt ugye a férfiaknak kell figyelni nagyon fontosan az öltöny, nyakkendő, cipő, öv előírásra, és nagyon-nagyon szerencsés, hogyha ők esetleg egy kis harmóniába összeöltöznek, mert akkor aztán teli találat lesz a sziluettjük. Szóba kerültek azok az öltözékek, amelyeket itt láthatunk. Ezek mennyiben térnek el a korábban bemutatott nagy estélytől? Nyilván látjuk, hogy ezek talán színükben is kicsit merészebbek, a fazon is eltérő egy nagy estélyvel szemben. Ezeket milyen alkalmakra illik felölteni? Abszolút javaslom őket olyan báli viseletként, ahol ugye nem a nagy estélye az előírás, tehát ezek a szettek jóval megengedőbbek, egyrészt fazonban, másrészt pedig a színvilágban is. Én bíztatok arra mindenkit, hogy legyen bátor, tehát sokszor én is megyek bálba, és bár most is fekete van rajtam, de az a tapasztalatom, hogy vannak színek, tehát gyönyörű az idei év színe, például ez a klasszik blue lesz, tessék bátran hozzányúlni, tessék viselni, mert nagyon-nagyon kényelmes dolog mindig hozzányúlni a feketéhez, de sokszor úgy néz ki az az adott bál, mint hogyha éppen temetnénk valakit. Tehát ne legyünk mindig a fekete elkötelezettje, jelen válasszunk valami színeset, valami csillogot, valami vagányat, találjuk meg kicsit a nekünk valót, az összhangot, és akkor biztos, hogy emlékezetes lesz a szettünk abban a bálban is. Amiről még nem beszéltünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos lehet, az a fehér nemű kiválasztása, ami jó esetben nem látszik a ruha alatt, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne fontos annak a kiválasztása. Ilyenkor mondjuk egy báli szezon vagy egy báli öltözethez mit javasoltok elsősorban? Igen, minden ruha kiválasztása nálunk az üzletben azzal kezdődik, hogy egy megfelelő fehér neműt javaslunk hozzá. Itt nem kell arra gondolni, hogy be kell öltözni ezekbe a teljesen testtakaró vagy gúzsba kötött dolgokba. Nagyon szépen tud formálni egy alakformáló harisnya és egy lézervágott fehér nemű. Ugye nagyon fontos például a megfelelő melltartó megválasztása, ne lógjon ki semmi abból a ruhából, tehát igen kellemetlen tud lenni, amikor az ember akár egy vacsora vagy egy tánc közben azzal foglalatoskodik, hogy takargatja vagy pedig húzikálja magán a ruhát. Válasszunk olyat, ami méretünkben, stílusunkban, testsúlyunknak megfelelő, és akkor biztos, hogy nagyon kényelmesen fogjuk érezni magunkat.
Ez nyilván az öltözékre önmagában is érvényes, hiszen amellett, hogy gyönyörű ruhát választunk, hogyha az nem feltétlenül illik az alakunkhoz, akkor gondolom az is előfordulhat, hogy az ember kényelmetlenül érzi magát az egyébként csodálatos öltözékben. Persze, tehát törekedjünk arra, hogy ne feszengjünk egy adott szedben. Most lehet, hogy előírás a nagy estély, de nekünk nem áll annyira jól. Akkor válaszunk egy olyan fazont, vagy annak tűnő fazont, ami megfelel az előírásnak. Én úgy gondolom most már a tapasztalatok alapján, hogy minden korosztálynak, minden testcsúlynak és minden alkatnak meg szoktuk találni a megfelelő darabot. Érdemes azért nem az utolsó pillanatban jönni egy báli ruhát választani, picit rászánni az időt, színeket, fazonokat próbálni, a próbához esetleg elvinni azt a bizonyos fehér neműt, vagy a kis cipőt, amink már megvan, és akkor úgy igazándiból egy nagyon jó szettet tudunk összeállítani. Reméljük, ezek a jó tanácsok segítenek azoknak, akik esetleg még a következő bálra készülnek, és még nem tudtak dönteni abban, hogy mit is húzzanak fel a nagy alkalomra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Ahogyan már megszokhatták, minden műsorban ajánlunk néhány programot a nézők számára. Most a következő egy hét rendezvényeiből válogattunk. Január 29-én szerdán a múzeumi esték sorozatban ezúttal a régészek számolnak be a 2019-es fémkeresős kutatásokról. Az előadás délután 5 órakor kezdődik a Nagy István képtárban. Január 30-án csütörtökön és 31-én pénteken tartják az idén a Szent Balázs napokat. Az általános iskolában a Lélekfalatok címet viselő gasztrokulturális est vendége ezúttal a kiváló séf Kelemen Áron lesz, aki a főzés közben magáról is mesél majd az érdeklődőknek. Január 31-én pénteken pedig ünnepi szentmisére várják a híveket délelőtt 10:30-tól a Szent József templomba, ahol az iskola tanulói hagyományőrző műsorukat is bemutatják. Január 31-én pénteken nyitják meg Molnár Attila Nem mindennapi csodák fotókiállítását. A Bácskai Kultúrpalota aulájába 17 órára várják az érdeklődőket. A Pódium Színház a hétvégén két előadással is érkezik városunkba, pénteken a Vidám kísértetet, szombaton pedig a Dr. Bubó Rendel című darabot játsszák a Városi Színház teremben. Február 1-én szombaton Schwabbába várják a táncos lábúakat. Az MNAMK-s sportcsarnokában az intézmény szervezésében hirdették meg ez alkalommal is a mulatságot. A jó hangulatról az Ungarn Deutsche Jungs zenekar gondoskodik. Ennyi fért e heti kulturális magazinunkba, legközelebb jövő hét kedden várjuk Önöket, addig is a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformi ruhaüzlet.